A részecske fizika a létező világ szemmel nem látható legkisebb részeit kutatja, rettenetesen drága és rettenetesen bonyolult szerkezetek segítségével. Célja, hogy a kapott eredmények alapján többet tudjunk a világot kialakító ősrobbanásról vagy az anyagok szerkezetéről. A laikus kellő ismeretek hiány hajlamos azt hinni, hogy ez bizony nem valami érdekes, hogy csak bogaras, maguknak való embereket villanyozhat fel a téma. De ez messze nem igaz. Mert mit mond egy részecske fizikus, amikor azt kérdezik tőle, hogy izgalmas dolog-e, amit csinál? Igen, izgalmas persze. Hát valahogy azokat a kutatókat, akik ide jöttek és itt dolgoznak, azokat a megismerés hajtja. Szeretném megismerni, miből áll a világ, mik az alapvető építőkövei, és még nem vagyunk a végén. A látogató a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriumában, a CERN-ben, elhűlve áll az óriási méretek láttán. Lenyűgözi, még ha valami keveset is ért belőle, az emberi szellem ereje, amely itt óriási berendezésekben ölt testet. Az LHC, vagyis a Nagy Hadron ütköztető 27 kilométeres föld alatti pályáján elemi részecskéket ütköztetnek, melyek részekre bomlanak, a kutatók pedig ebből vannak le következtetéseket. Az én munkám az adatok kiértékeléséből áll, tehát az LHC-ből, a CMS detektorból ideérkező részben már processzált, tehát előfeldolgozott adatokat tovább értékelem, feldolgozom és megpróbálok olyan fizikai eredményeket gyártani, amelyeket össze tudunk hasonlítani elméletekkel, más modellekkel, és ebből próbálok következtetéseket levonni. Igazából én leginkább az erős kölcsönhatással foglalkozom. Proton-proton ütközések, atommag-atommag ütközések fizikájával. A CERN a részecske fizikai kutatások európai szervezete, melynek Magyarország is teljes jogú tagja. A magyar kutatók a legkülönbözőbb kutatásokban vesznek részt, és alkalomattán ugyanazzal a természetességgel lépik át a Genfi laboratórium kapuját, mint Csillebércen a Wigner központ, vagy éppen az ELTE bejáratát. Az ember, ahogy a KFK-ba följön, ugyanúgy megy ki a CERN-be. Épp ez a dolog lényege a CERN-be, hogy az egy magyar intézet. Ez az idézőjelbe tett magyar intézet magába foglalja az LHC-t, vagyis a Nagy Hadron ütköztetőt, amit akár úgy is elképzelhetnek, mint egy körforgalmú metró alagutat. Ebben az alagútban ütköztetik a parányi, szabad szemmel nem látható részecskéket. Mint amikor két üveggolyót nagy erővel egymásnak lök az ember, és minél nagyobb az ütközés ereje, annál kisebb alkotóelemekre bomlanak az üveggolyók, illetve az elemi részecskék. Megmértük egy adott energián, az LHC, hogy megy fölfelé, más-más energia tartományba jutunk, és ezeket újra meg fogjuk mérni. Jövőre újra indul az LHC, újra mér a CMS kísérlet, és például az első mérésünk az lesz, hogy megmérjük a proton-proton ütközésben kirepülő részecskék eloszlását, szögeloszlását, impulzus eloszlását, és megnézzük, hogy az új magas energiás mérések azok mennyire másak, vagy mennyire hasonlóak a korábbi 2010-12-es adatokhoz. A Nagy Hadron ütköztetőben detektorokat helyeztek el. Olyan megfigyelő berendezéseket, melyek az ütközések nyomán azt figyelik, mi történt az elemi részecskékkel. Mintha a képzelt körforgalmú metróalagútban lenne négy állomás. Magyar szempontból érdekes a CMS és az ATLAS. Laikus kérdés, vajon ezek a detektorok ugyanolyanok, vagy különböznek egymástól? Azt kell mondani, hogy első ránézésre nagyon hasonlóak, második ránézésre kicsit különböznek. Mind a kettőben található egy belső nyomkövető rendszer, amely a kirepülő töltött részecskéket detektálja, pályájukat megrajzolja. A kijebb találhatók az úgynevezett kaloriméterek, amelyek megmérik a részecskék energiáját. Mindkét detektorban egy nagy mágnes foglal helyet, az atlaszban egyszerre kettő, van egy tekercs, egy mágnes tekercs, és egy úgynevezett toroid mágnes, amely kifelé hajtja a részecske pályákat. A CMS talán amiatt érdekes, mert ahogy a neve is mutatja, a műanyag detektálásában nagyon jó. A műanyag az elektron nehéz testvérei, nagyjából kétszer nehezebbek, mint az elektron, és amiatt érdekesek, mert a Higgs részecske szeret műanyagra bomlani, ezt a két műanyagos bomlását nagyon könnyű megfigyelni. A Higgs részecskéről később még lesz szó. A mágnesek, amelyeket a detektorokban helyeztek el, arra szolgálnak, hogy a részecskék útját irányítsák azért, hogy minél pontosabb legyen az ütközés. Szemben az autózással ugyanis itt a frontális ütközés a cél. Tehát szervezetten a CMS-ben vagyunk jelen, innen Budapestről és Debrecenből. Az atlaszban csak egyéni hozzájárulások vannak,
nagyjából 3-4 olyan magyar kolléga dolgozik az Atlaszban, akik itt az ELTE-n vagy Debrecenben végeztek. A részecske fizikában számtalan olyan terület van, amelyről nagyon csekélyek az ismereteink. Hogy ezeket valamilyen módon áthidalják, az elméleti fizikusok különböző teóriákat állítanak fel, amelyeket a kísérleti fizikusok a gyakorlatban próbálnak igazolni, vagy éppen megcáfolni, ha úgy hozza a sors. A legutóbbi nagy siker a Higgs-bozon igazolása volt magyar kutatók közreműködésével. Most, hogy a Higgs részecskét megfigyeltük, ismerjük alapvető tulajdonságait, töltés, tömege, saját perdülete. Van csomó olyan megfigyelhető tulajdonsága, csatolása különböző anyagi részecskékhez, amelyeket nem ismerünk eléggé pontosan. Túl nagy a mérési pontnak a hibája. Ezt a hibát szeretnék lecsökkenteni, és egy 20 éves, nagyjából 20 éves mérési program áll előttünk. Ennek az a lényege, hogy a most meglevő adatok mennyiségét 100-szorosára akarjuk növelni. 100-szor annyi adatból, nem 100-szor, de legalább 10-20-szor pontosabban meg tudjuk mondani ezeket a paramétereket, és utána ezzel összehasonlítva más mérésekkel ismét tudunk tovább lépni. Ugye a Higgs-szel nem zárul le a részecske fizika. Vannak olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy az elmélet még nem teljes, ki kell egészíteni. Ilyen ötletek például a szuperszimmetria, amely bizonyos dolgokat megmagyaráz, amiket igazából nem tudjuk, hogy miért. Például miért ilyen könnyű a Higgs részecske. Az elméleti modelleket sokkal nehezebb Higgs részecskét jósoltak korábban. Ugyanakkor vannak még olyan mérési eredményünk, főleg a csillagászat, asztrofizika témaköréből, amelyek arra mutatnak, hogy nem csak ez a látható anyag lesz minket körül, hanem van egy úgynevezett sötét anyag. A világegyetemnek 25%-a sötét anyag, és 5%-a csak látható. És ráadásul maradék 70, az pedig egy úgynevezett sötét energia, amiről igazából fogalmunk sincs, hogy micsoda. Tehát a világnak a 95%-a még továbbá is ismeretlen, és ezt szeretnék kutatni a részecske fizika, karöltve más tudományokkal.